Híradónkat látják, köszöntöm Önöket. A kultúra valami jobbat, valami többet jelent, olyat, amihez igazodni illik, igazodni kell. Így fogalmazott tegnap este dr. Áldozó Tamás polgármester a Városi Művelődési Központ színház termében. Tegnap, azaz január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Az alkalmon a hagyományoknak megfelelően átadták a Pro Kultúra díszoklevelet, melyet idén Csukárdi Tibor amatőr költő, a Pápai Jókai Kör és a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete irodalmi színpadának tagja vehetett át. Teendőink között egy ünnep, egy emléknap emlékeztet minket mindarra, ami a változásban is örök, amihez a változás egyáltalán mérhető. Január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, fogalmazott ünnepi beszédében dr. Áldozó Tamás polgármester. Amikor a kultúráról beszélünk, gyakran szinte szinonímaként használjuk a műveltség, a nyelv, a tudomány szavakat is. Bizonytalanok lehetünk a meghatározásban, de érezzük, hogy amire fogalom alatt értünk, az valami jobbat, valami többet jelent. Valami olyat, amihez igazodni illik, amihez igazodni kell. Egyfajta zsinór mérték, hisz a köztudat, a kultúrálatlan és a műveletlen minősítéseket határozottan előnytelen jellemzésként használja. Aki tehát műveletlen, az távol tartja magát a kultúrától, a jobbtól, a többtől. A város polgármestere hangsúlyozta, a magyar kultúrának megkerülhetetlen szelete a hagyomány, mindaz, ami ősi, ami megkülönböztet bennünket más hagyományoktól, más nemzetek és népek örökségétől. Az első gyermekdal, az első mese, az óperenciás tenger, az üveghegy, a tálkos paripa ellenállhatatlanul ragad magával akkor is, ha felnőttként már nem is emlékszünk a részletekre. Ha szerencsénk van, akkor gyermekéveinkben a mintakövetésével többet, kevesebbet a magunkévá teszünk ebből a hagyományból, jó esetben annyit, amennyi megalapozza valamennyiünkben azt a képességet, amivel felismerjük azt, ami hozzánk tartozik. A rendezvényen immáron 24. alkalommal átadták a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány és a Városi Művelődési Központ által alapított Pro Kultúra díszoklevelet, melyet idén Csukárdi Tibor kapott meg, a város kulturális életében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. A Magyar Kultúra Napi ünnepségen Hallgass a zenére címmel a virtuózok győzteseinek és döntőseinek komoly zenei koncertjét láthatta a szépszámú közönség. A hangversenyen Kökény Tamás, Váradi Gyula, Lugosi Dániel és Sellei Etelka lépett fel. Zongorán Mester Dávid közreműködött. Bemutatta a 4-es számú választókörzet országgyűlési képviselőjelöltjét az MSZP. A párt ebben a választási évben is Gőgös Zoltánt jelölte a pozícióra. A mai sajtótájékoztatónak más témája is volt. Megnevezték annak a szövetségnek a résztvevőit, mely hosszú hónapok munkájának eredményeként alakult meg. Az MSZP jelöltjét a DK és a PM is támogatja. Németh Kálmán, a Párbeszéd és Dombó László a DK képviseletében vettek részt a mai sajtótájékoztatón, ahol Gröber Attila, az MSZP helyi elnöke elmondta, a 2018 áprilisi választásokra nagy erőkkel készülnek az ellenzéki pártok. Több hónapnyi munka után a Párbeszéddel és a DK-val kölcsönösségen alapuló együttműködési szövetségre lépett a párt. A szövetség Veszprém megye 4-es számú választókörzetében Gőgös Zoltánt jelöli országgyűlési képviselőnek. Nem egy egyszerű és képviselet szempontjából nagyon nehezen kezelhető körzet, 87 településből áll, ebből 3 város, 2 kisebb, egy nagyobb, meg 84 település. De hozzáteszem, hogy miután én alapvetően vidékről származom és mezőgazdasági alapképzettséggel próbáltam országgyűlési képviselőként is a vidéki életet képviselni, úgymond ez egy testhez álló vidék, és én azt szeretném, hogyha ez a vidék visszatalán arra az útra, ahonnan a rendszerváltás után azért elég intenzíven letért. Gőgös Zoltán 2002 óta dolgozik országgyűlési képviselőként, 8 évet kormánypárti, majd lassan 8 évet ellenzéki szerepben. A kormánypárti időszakra büszke vagyok, itt látható az irodába kitettük az akkori fejlesztéseket. Ezek valós dolgok, ezek megvalósultak. Tudom, hogy nagyon sok fejlesztési döntés született az elmúlt években is, ebből még kevesebbet látunk fizikailag megvalósulni. És azt szeretnénk, hogyha
például a kistelepüléseknek szánt döntések ne valami megfoghatatlan és ilyen kiáró elven történjenek, hanem normatív alapon. A 2018-as választásoknak nagy tétje van, mondta Gőgös Zoltán, aki a két legfontosabb elvét is megnevezte. Az egyik, hogy nem lehet egy országban éhező ember, hogyha az ország képes őket etetni. A másik, hogy 1 millió hektárnyi állami erdő mellett nem fagyhatnak meg emberek az otthonukban. A képviselő hozzátette, ezek alapján az elvek alapján szeretne dolgozni. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, a február 17-én kezdődő kampány indulónapjával egy időben kezdi az MSZP az aláírásokat gyűjteni. 17-19 századi okleveleket, pápai vonatkozású dokumentumokat vásárolt 2017 novemberében Pápaváros önkormányzata egy magángyűjtőtől. Az Őri Szabó család hagyatékának írásos anyagát dr. Áldozó Tamás a Magyar Kultúra napján adta át Herman Istvánnak, a Veszprém megyei levéltár igazgatójának. A szerződésben szerepel az a kitétel, hogy a dokumentumok a pápai levéltárban maradnak. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a város megvásárolt egy hagyatékot, melyben pápai vonatkozású dokumentumok voltak. Dr. Áldozó Tamás polgármester hangsúlyozta, örül, hogy a város számára értékes anyag került elő, és ilyenkor a szakemberek segítségét kérik. Megbízzuk a szakmát azzal, hogy mérje, felbecsülje meg, hogy ér-e annyit, amennyit kérnek érte, és hogyha a szakma erre rábólint, akkor pedig nekünk az a dolgunk, hogy előteremtsük rá a szükséges fedezetet, hiszen a pápai dokumentumok a legjobb helyen akkor vannak, hogyha azok közgyűjteményekben vannak. Az iratanyagot Herman István, a Veszprém megyei levéltár igazgatója vette át, aki hangsúlyozta, külön öröm, hogy pápai vonatkozású iratok kerültek elő, hisz levéltári szempontból mostoha sorsú a város. Hiszen sem a városi iratanyag nem teljes, csak a 18. század végétől maradt fent, holott a II. Világháborúig egészen a 17. század elejétől rendelkezésre álltak a jegyzőkönyvek, iratok, illetve az Eszterházy család pápai levéltára is töredékében maradt fent a magyarországos levéltárban, ott pedig az 56-os események okozta tűz az, amelyik megtizedelte a dokumentumokat. A letéti szerződésben kitétel, hogy pápán maradjon a hagyaték, hisz az Őri Szabó család is pápai família volt. Ráadásul a két legrégebbi dokumentum, két telekvásárlási oklevél, fontos adat a várostörténethez. A várostörténet szempontjából különösen érdekes telekről van szó, mert aztán itt épül majd meg a református ótemplom ezeken a telkeken, ez több telek, amit összevásárolnak és szépen egyesítik, és a református egyházra hagyják, és itt építik az ótemplomot meg a református parókiát. Tehát a 17. század elején kezdődik a történet, ami ezekben a dokumentumokban benne van, és a többi iratanyagban pedig a 18.-19. századi további sorsát is követhetjük ezeknek a telkeknek. Petrik Iván levéltáros elmondta, hogy a hagyatékban szerepel még többek közt magánlevelezés, gyászjelentés és halotti beszéd is. Mindezek a pápai levéltárban kapnak helyet. Isten jobbja emel fel engem, ez a mottója az idei egyetemes imahétnek. A 2018. év programját a karibi térség keresztényei állították össze. A karibok életében nagy szerepet játszott a rabszolgaság, majd a szabadság. Ez határozza meg múltjukat, jelenüket és jövőjüket. Az imahét nyitó alkalmát tegnap délután szervezték a Huszár Közösségi Házban, a baptisták ideiglenes imahelyén. Az alkalmon Salgó Ferenc kanonok plébános hirdetett igét. Ismét a Krisztus hívők egységéért imádkoztak az idei egyetemes imahét résztvevői. A hagyományos januári program 22-én hétfőn indult. A Huszár Közösségi Házban több felekezet hívő keresztényei gyűltek össze, hogy részt vegyenek a karibok által összeállított téma feldolgozásán. Az imahét sajátossága, hogy minden nap más felekezet templomában más lelkész vagy pap hirdet igét. A sort Salgó Ferenc kanonok plébános kezdte. Az igazi törekvésünk, hogy hát ne legyünk semmi rabszolgává, rabjaival, akár se szenvedélyeknek, se egyéb dolgoknak, illetve ne igázzunk le mi se, ne tartsunk hatalmunk alatt embereket, hanem igazi testvérként tudjunk lenni, de menjünk el amellett az ember mellett, aki segítségünkre szorul, és bármit, amit tehetünk, azt megtegyük. Tehát egyfajta ilyen testvéri, Krisztusban való testvéri szolidaritásra akar irányítani a figyelmet. De nem csak az egymás iránti kötelességre, hanem az egységre is nagy szükség van, tette hozzá Salgó Ferenc. Amikor egymást megismerjük, akkor mindig bármi is először talán idegen az ő magatartása, vagy szokásrendszere, vagy kifejezésmódja, akár
hát itt a liturgiában is más-más az egyes keresztény közösségeknek a szertartása. Ugyanakkor mégis kiderül, hogy mennyi olyan közös van, amiből gazdagodhatunk, illetve mennyi olyan indítást kaphatunk, ami közelebb visz egymáshoz, és ez tulajdonképpen közös cselekvésre is tud késztetni, hiszen olyan komoly nagy feladatok is vannak előttünk, amit csak összefogva és együtt tudunk megoldani. Másrészt pedig hát Jézus szándéka ez, hogy egyek legyünk, és hatékonyabb lesz az evangélium hirdetése. Az imahét ma a Szent Benedek templomban folytatódott, Polgárdi Sándor evangélikus esperes ige hirdetésével. Holnap a római katolikus nagy templom lesz a helyszín, ahol Szijjártó László esperes plébános hirdet majd igét. Csütörtökön az evangélikus templom, pénteken a Szent Anna templomat helyett a programnak. A záró alkalom ezúttal is a március 15-e téli református templomban lesz. Az idei imahét perzsi adományát Sándor Hellebrand Hunor és családja kapja. 7 művésztanár, egy kiállítás. Ezt a címet is kaphatta volna a Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziuma legújabb tárlata. Az iskola képzőművészeti szakán oktató alkotók azonban a nagy előd, Áltót Sándor emléke előtt tisztelegnek a képekkel. A kiállítást Tóth Gábor Sándor nyitotta meg. A megjelenteket Gránási Nébácsi Tünde igazgató köszöntötte, majd Tóth Gábor Sándor nyitotta meg a kiállítást. Mint mondta, nagy öröm számára látni, hogy édesapja kezdeményezése ilyen szép eredményeket hozott. 2010-ben kapta meg a lehetőséget a gimnázium, hogy művészeti szakközépiskolává váljon, de hát ez már korábban megindult, ugye édesapám idejében, 1932-től, sőt azelőtt is, tehát már Bodolai Géza bácsinak az édesapja is itt egy nagyon kiváló rajztanár volt, annak az örökségét vette át apám, aki aztán kiterjesztette ezt a városra is, és most viszont egy csodálatos kiállítást láthatunk. Kis Antal Tibor alkalmazott grafikái, Nikolaus Krisztián kollázsai, Katona György kiforrott festményei, Kerpel Péter új utakat kereső képei, Marosi Diana elgondolkodtató festményei, az épp szülési szabadságon levő Varga Pesei Petra régebbi finom vonalú munkái, illetve Borozita tanárnő alkotásai láthatók a kiállításon. Emellett Tóth Gábor Sándor az alkalomra kiválasztott 2 Altót Sándor képet, néhány fotót és plakátot is. A nagy művész előd és a jelenleg az iskolában tanító művésztanárok közös tárlata igazi élmény. Ez közös ötlet volt, tehát vezetőség is már elég régóta szerette volna, mi tanárok is örültünk egy házon belüli bemutatkozásnak, és a gyerekeknek is szükségük van, hogy lássák, hogy a mestereik, tanáraik mit tudnak felmutatni. A kiállítás a tanév végéig tekinthető meg a Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziuma dísztermében. A katonaság a társadalom tükörképe, mondta Kosicki Attila tegnap délutáni előadásán. A nyugállományú altábornagy az Acsádi Iskola Retro Napok programsorozatának vendége volt. Előadásában a katonaság több ezer éves útját mutatta meg, az időszámítás előtti időktől napjainkig. A Katona és a Társadalom című előadást úgy építette fel Kosicki Attila, hogy a diákok számára érdekes és könnyen emészthető legyen. Az altábornagy hamar megtalálta a gyerekekkel a hangot, akik figyelmesre hallgatták az előadást. Gyerekekkel végigmegyünk, hogy melyek voltak azok a fő momentumok, fő gondolatok tulajdonképpen, amelyek a katonát és a társadalmat összefogja, összeköti, és melyek azok a furcsa időnként dehonestáló jelzők, amit használnak a katonával szemben, és megpróbálom lehámozni az igazságot ebből az egészből. Kosicki Attila azért választotta ezt a témát, mert a fiatalok nem ismerik a sorkatonaságot és a katonaság intézményét, az akciófilmekből szerzett információk pedig nem fedik a valóságot. Az előadó beszélt arról is, volt olyan diák, aki bár nem tudta, milyen rombolással és következményekkel jár, a háborút tartotta egyetlen megoldásnak a világ problémáira. Talán, ha ezt az előadást meghallgatják a fiatalok, és ne adj Isten, a fejekben van egy-kettő ilyen hasonló gondolat, hát ha elgondolkodik, hogy nem jó ez az egész, tehát jobb ez a békés viszonyok között megoldani mindent. Kosicki Attila elmondta azt is, a fiataloknak szüksége lenne valami hasonló intézményre, mint a katonaság, hogy kicsit másképp lássák a világot. Ha nem is
katonaság, de valami kellene a fiataloknak, a cserkés, nem tudom, hogy mennyire, hogy működik, de valami kellene, ami jobban összefogja őket, egymás utaltságot, a táborozás szépsége, az életlenevelés, mert az az érzésem, hogy amiben ők most úgy élnek, éldegélnek, az mindenre jó, csak erre nem. A retronapokon ma a pénzek, holnap a járművek a téma. Csütörtökön pedig a régi korok ruháit láthatják az acsádis diákok divatbemutató keretében. Az elkövetkező napokban enyhülés várható, részletek az időjárás jelentésben. Szerdán változóan és erősen felhős párás tájakkal egyaránt találkozhatunk. Északon néhol hószálingozás, gyenge havazás is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. Délután -1, +7 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Nézzék továbbra is műsorunkat. Viszontlátásra!